Az előző években megszokott, garantáltan remek kikapcsolódási lehetőséget nyújtó zsólyomkai nyitott pincék napját ebben az évben ismét megrendezik. Ám az eredeti helyszín zsúfoltsága miatt idén a város rendezvénytere ad otthont a gasztronómiai eseménynek. Maga a program az nem változik. A rendezvénytéren, mivel még itt van a szabadtéri színpadunk, ezért minden színpadi esemény ott kerül megrendezésre. Én azt gondolom, hogy az augusztusi 9 napos program esetében, illetve a Városhete programok esetében is ezt az 500 főt tudtuk tartani. Most is ehhez fogunk igazodni. Két bejárati kapu lesz majd a téren, és itt lázmérés, készfertőtlenítés, mindent megpróbálunk annak érdekében tenni, hogy, hogy biztonságosan kezeljük a rendezvényt. Most nem fogunk annyi széket kitenni, hiszen az időjárási viszonyokra ö, tekintettel. Ettől függetlenül, ha valaki kéri, akkor ö, kollégák ö, kiteszik a széket a rendezvénytére, ezért kérjük, hogy mindenki annak megfelelően öltözön, illetve hozzon esetleg párnát vagy plédát, mert nyilván ezt már nem lehet a nyári rendezvényel összehasonlítani. Az évről évre több látogatót vonzó rendezvény népszerűsége a remek vendéglátókban, a kiváló szervezésben és a minőségi borok kínálatában rejlik. Az idei évben sem maradhat el a Sátoralja Újhely Város Bora cím kiosztása, melyet a szakértő zsűri ítél oda a legjobbnak vélt hegyaljai borásznak. A nevezők száma úgy szokott alakulni, hogy inkább mondjuk van egy nevező, aki többféle bort is elindít ezen a versenyen. A nevezők száma ugye itt Sátoralja Újhelyben egy picit kevesebb termelő van, aki készít bort, viszont akik készítenek, azok jó minőséget készítenek. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 20-30 nevező környékén vagyunk mostanra, és akik, akik, ezeket a borokat most úgymond beküldték nekünk, szerintem mindegyikük nagyon jó, jó, megítéléssel fog indulni ezen a versenyen, hiszen a tovább, az előző évekből, amiket, amiket észrevettünk, én, én, úgy gondolom, hogy folyamatosan felfelé ível ez a dolog, és én szeretném is, hogy a sátoraja új helyben a borversenyek, illetve a bor fontos szerephez jutna. A bornap jó hangulatáról helyi és vendégfellépők sokszínű műsora gondoskodik majd. A finom és minőségi borok kóstolása mellett tisznótoros falatokat és az árusok által kínált finomságokat is megkóstolhatják a résztvevők.